Uram, te hozzád kiáltok, hallgass meg engem. Lépegessünk együtt az egyházzal. Énekeljünk együtt az angyalokkal. Kövessük az apostolokat, hogy megláthassuk a csodát. Mert aki hisz, az meglátja a föltámadást. És félő, hogy aki nem, az nem látja meg. Aki nem hisz Jézus szavának, aki nem követi Jézus hívó szavát, aki nem teszi meg ezeket a lépéseket, nem halad együtt Jézussal, az angyalokkal, az apostolokkal, az egyházzal. Annak lehet, hogy naptár szerint elérkezik a húsvéti ünnep, de az életében nem érkezik el a föltámadás. Nagyon súlyos felelősségünk van abban, hogy hogyan töltjük ezeket a napokat, testvéreim. Hogy készülök-e a húsvétra? Most még Lázár föltámasztására készülök-e? Beleépül-e az életembe? Hogy én is ott akarok lenni Lázár sírjánál. Vagy hát ez olyan jellegtelen kicsi ünnep, hogy a virágvasárnap egy kicsit nagyobb. De vajon be fogok-e vonulni Jeruzsálembe Jézussal együtt, ha már most nem teszem meg a lépéseket Lázár sírja felé? Meghív az egyház, hogy legyünk ott a jeruzsálemi bevonulásnál. Arra készített, hogy legyünk szereplői ennek az esemény sornak, hogy ne maradjunk ki belőle, mert akkor válik érvényessé, akkor érvényesül a hitem, hogy meglátom a föltámadást. Hiába készülök a nagy ünnepre, mindenféle emberi, polgári dolgokkal, hogyha a lelkem nem készítem föl arra, hogy találkozzam a halállal. Most még Lázár halálával találkozom, de ezen át kell mennem ahhoz, hogy aztán majd Jézus halálát is szemlélni tudjam. Merjem látni azt, hogy meghal az Isten, értem, bűneimért. Akkor majd elkezdem látni a bűneimet is, hogy miért hal meg az Isten. Ki érti ezt a világot? Ki érti Jézus tetteit? Ki érti, hogy az Isten mit miért tesz? Mi biztosan nem. Hogy az apostolok is rácsodálkoztak Jézus érthetetlen magatartására, mi is rácsodálkozunk az Istenre. Miért? Miért engedi a sok szörnyűséget? Miért engedi a háborút? Miért engedi testvéreinek a szenvedéseit? Nem tudjuk. Nem tudjuk. Nincs rá magyarázat. Mit tehetek mást? Lépegetek. Együtt az apostolokkal, az angyalok karával, az egyházzal, s részesévé válok a szenvedésnek. Sokan kérdezzük, hogy miért van ez a szenvedés, miért van ez a háború. Jézus nem azért jött, hogy mindez megmagyarázza, hanem azért, hogy magára vegye, és ezáltal adjon értelmet neki.
S azáltal, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, értelmet adott a szenvedésnek, mert a szenvedésben ott van Jézus. Nincs olyan szenvedés, amelyben ne lenne jelen az Úr, amelyben magára hagyna bennünket, akár egy magányos szenvedőt, akár a harctéren haldoklót. Ott van az Isten a szenvedésben. Csak ha nem lépegetek együtt az egyházzal, akkor nem látom meg Jézust. Nem látom meg Jézust a kereszten. Fölnézek a keresztre, és csak egy bitófát látok. Pedig oda van szögezve Jézus. Oda van szögezve az Isten. Testvéreim, most még van időnk lépegetni, vagy legalábbis átgondolni eddigi lépéseimet, és az előttem állókat. Hallottuk József történetét, amelyben József találkozik a testvéreivel, azokkal a testvérekkel, akik eladták őt. Vajon nem adom el Jézust, amikor nem felé lépegetek, amikor az utam nem a templom felé vezet, hívás ellenére, hanem ezer és ezer dolgot találok, ahova a világ elhív engem. Nem árulójává válok én is Jézusnak. Igen, eladták Józsefet testvérei, előre ment, hogy aztán megmentse őket. Így tesz Jézus is. Igen, eladjuk őt. Elárultuk. Számtalanszor, újra és újra. És ő előre megy, hogy megmentsen minket. Előre megy, és nekem utána kell mennem, hogy megmenthessen. Testvéreim, induljunk el. Induljunk el, tegyük meg ezeket a lépéseket együtt az egyházzal, most még Lázár sírja és föltámadása felé. Legyünk ott a bevonuló apostolokkal, vegyük a galjakat, az ágakat, a virágokat, és integessünk a zsidó gyermekekkel ott virágvasárnap, hogy aztán Krisztus Urunk szenvedéseinek hetébe is belépve ott legyünk a sírjánál. Ott legyünk az utolsó vacsorán, és ott legyünk kereszt halálánál. Hogy ott lehessünk az ő föltámadásán, hogy ő pedig jelen legyen a mi életünkben, a mi halálunkban, a mi föltámadásunkban. Amen. Szívemet gonosz cselekedetre hajlani, hogy mentegessem bűneimet.